Azt szeretném minden magyar párnája alá tenni, legyen bárhol széles a világon, hogy ne legyen nyugta az ösztökétől halála órájáig. A megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát. Ez a dolgunk ezen a világon. Mindszenty József hercegprímás 1973-ban írta ezeket a sorokat az észak-amerikai kontinensen élő magyarokhoz a látogatását követően. Már akkor eldöntötte, hogy egy évvel később, 1974-ben újra felkeresi az Egyesült Államokban élő népét. Ezzel eleget téve a 3 évvel korábban megfogalmazott elhatározásának, miszerint száműzetésében a Kárpát-medencétől távol élő népe pásztoraként végigjárja a magyar közösségeket. Itt mondjuk 250-300 magyar volt San Diegóba, akikről mi tudtunk, hogy itt élnek, és ő azért hajlandó volt eljönni, hogy köszöntsön bennünket, és hát úgy gondolom, hogy ő azt vélte, hogy ez a lelki pásztorságához hozzátartozik, hogy meglátogasson bennünket. Vigyázzatok! Se pap, se tanító, se előkelő nem hívhat benneteket haza. Az otthonért csak imádkozni lehet, és ahogy mód nyilatkozik, segíteni lehet. Ő nem csak mondjuk a katolikus vallást és a katolikus hitet jellemezte, hanem az ellenállást a szovjet kommunizmus ellen, és hát ezért jutottunk oda, hogy tulajdonképpen ez az elnyomott nemzetek szövetsége itt San Diegóba nagy lelkesedéssel hozzájárult, és hát nagyon nagy ünnepség volt. A magyar édesanyák méltóságát eldobni nem lehet, és a tisztes nőre nincs más lehetőség az életben, mint édesanya, vagy pedig utcai nő. És a családi szentély nem lehet bűntanya. Én, mint akkor fiatal és aktív mama, úgy fogtam fel, hogy a gyerekeknek a nevelésére nagy hangsúlyt fektessünk, úgy vallási téren, mint politikai téren, és hát nagyon biztatott bennünket, hogy tartsuk meg a kultúrát, a nyelvet és a régi szokásokat. A keresztelő az nagyon nagy élmény volt számunkra, hogy a családnak, hogy egész közel kerülhettünk és beszélgethettünk vele. Maradjunk hűek az ősök hagyományaihoz, a magyarság tiszta családi életéhez. Mi valahogy igyekszünk Mindszentynek a tanácsát megfogadni, és mi megtartjuk a magyarságunkat, amennyire itt San Diegóban persze lehet. Hatalmas örömmel fogadtuk, és nem csak a katolikusok, én magam az vagyok, de tudom, hogy minden magyar örült felekezet nélkül, és politikai állásfoglalás nélkül is, mert abban, amit Mindszenty jelképezett, abban mindenki egyetértett. A magyar szabadság, a magyar szellem folytonosságának volt a jelképe. A személyiségének nagyon nagy varázsa volt. Egy apró ember, egy megkínzott ember, aki öregkorára ugye el kellett, hogy fogadja azt, hogy a pápa elmozdítja a eszárgumi érseki székből. És mondom, ez a személyes varázs a szemében ott égett egy olyan tűz és egy olyan tekintet, amely hát lenyűgöző volt. Hogy mi kevesen itteni magyarok és minden jó szándékú ember erősen álljunk a helünkön, ne lógassuk a fejünket, azt tartsuk magasan, ne legyünk letörtek, ne legyünk kétségbe esettek, hanem összetartással csökkentsük a bajokat és a kereszteket. Tartott egy beszédet a templom bejárata előtt lévő erkélyszerű lépcső, pihenő volt a szószék, és az utca volt tele magyarokkal és németekkel is, magyarországi németekkel. Nagy öröm volt. A negyedik szentélye Szent Istvánnak a családi szentély. A családi szentély a házasság szentségével van fölszentelve. És Isten terveinek a területe a család. És az élet fölött Isten keze van. És az lázadás, ami az Isten akarat ellen történik. Olyan fantasztikus hatással volt rám ez az ember, hogy én még úgy és olyan nagy hatással még nem volt rám élő ember, mint a Mindszenty. Mintha szikrák lettek volna, úgyhogy rendkívül hatással volt rám. Kislányunk volt akkor fél éves, és egy gyönyörű európai babakocsiba volt a kislányom, meg a két kisfiam, és a férjem filmezte, meg fényképezett, és jött a bíboros, és jött úgy le, és akkor látta ezt a gyönyörű európai babakocsit, tudta, hogy egy kisbaba van benne, megállt, belenézett, mosolygott, és azt mondja, ez kell a magyaroknak, hogy mindenkinek szép, nagy magyar családok legyenek újra. Magyar iskolák legyenek, mert természeti joga van az embernek a saját múltjához, hagyományaihoz és nyelvéhez. Ő saját maga kifejezte azt, hogy ő azt mondja, állok a hitért és a magyarságért, a nemzetért, szóval ő nem apró vonalakban gondolkodott, hanem nemzeti szinten gondolkodott. A Mindszenty Parknak a kitalálása egy magyarországi volt színésznőnek, Szombathelyi Blankának volt az érdeme, ő egy zsidó asszony volt, és ő tartotta fontosnak, hogy az emberség és a hitnek legyen itt egy szimbóluma. Nagyszerű, hogy ennyire távol hazánktól még nyilván tartják a magyarokat. Végeredményben mi magyarok a világ minden részében élünk, létezünk, és minden ilyen emlékmű, emlékoszlop az egy lényeges dolog. Isten hozta eminenciádot a főpásztort, ami jó atyánkat, Magyarország herceg primását, egyházunk bibornokát, az otthon és az ország határokon kívül élő magyar szellemi és lelki vezetőnket. Mindszenty bíboros megérkezett a repülőtérről, az apátunk és néhány pap várta a repülőtéren, de a közösség itt sorakozott föl, és amikor belépett a bíboros, akkor itt köszöntöttük dicsértességgel, és apát úr itt tartott egy néhány üdvözlő szót, mindenkivel kezet fogott, szóval nagyon kedves volt, és nagyon érdekes volt, nagyon fiatalos volt, annak ellenére, hogy 81-82 éves volt már, de nagyon energikus volt. Óriási volt a benyomás, amit keltett, ugye, hogy ez az egyetlen ember, aki kimeri nyitni a száját és megmondani az igazságot. Úgyhogy egyrészt ez, találkozni vele itt, ugye, ez egy külön élmény volt. Ugyanakkor azonban közben már a fölfogásunk arról, hogy mi történik Magyarországon, egy kicsit változott, ugye, úgyhogy az ő kemény fejsége idejét múltnak tűnt. És ime, most, akit elítéltek, akit kárhoztattak, akit meghurcoltak, diadalmasan járja körül az egész világot. Itt van közöttünk, vigasztal, köszönt, oktat, átölel, megállt bennünket, mint Krisztus, a föltámadt Krisztus a tanítványai. Majdnem 1000 ember jött össze az iskola tornatermébe, és Szent Istvánról beszélt, és Szent István Magyarországáról, és hogy ezt a lelket kell tartani, amit Szent István megalapozott. Szóval nagyon szép és nagyon lelkesítő volt a beszéde. Őszintén szóval nem tudom, ő megemlékezette rám. Ugye hát én fiatal pap voltam 45-ben, mikor fölszentelt, és most már itt a tanár az egyetemen. De ott még, mikor Veszprémben, amikor 3 napot vele voltam, a fogorvosom miatt, emberiebb volt sokkal, persze, mint, ugye kis klerikus voltam még akkor, mint később, a tekintély miatt természetesen. Nagyon meglepődtünk. Ja. És akkor jött fel az, hogy a bérmáltassa a mi gyerekeinket. Még nem voltak annyi idősek. Úgyhogy a plébánostól kellett külön engedélyt kérni rá. A bölcsességet az igazságon és az igazságosságon keresztül lehet elérni. Ez az egyetemünk mottója. Úgy gondolom, hogy Mindszenty bíboros épp ezekért az elvekért küzdött. Az igazságot kereste a politikai elnyomás, a torz világképek ellen. A díszdoktori cím adományozásával kifejezhettük az iránta érzett tiszteletünket. Csodálatos élmény volt a látogatás. Annyira izgalmas volt, amikor hallottuk, hogy Mindszenty Saint Louisba érkezik. Nem is igazán tudtuk, hogy miként kell illően fogadni, de végül elsöprő volt. Teljesen meg voltunk döbbenve a látogatástól, és attól, amit megtudhattunk a bíborosról, hogy ő mind ment keresztül, milyen szenvedést vállalt a hitéért és a nemzetéért. Nem éreztem úgy, hogy elfelejtettek. Én állandóan éreztem a megértő, hívő embereknek a rám gondolását, imádságát. Mindszenty ebben a székesegyházban mutatott be szent misét a helyi karbari érsekkel közösen. Ez nem mindennapi esemény volt. Az újságok híradásai szerint 1300-1500 ember vett részt a misén, amely péntek délután volt. Ez alapján azt hiszem, itt nem csak a Saint Louisban élő magyar közösség tagjai voltak jelen. Köszönöm azt is, hogy amikor súlyosra fordul az üldözés, akkor az én népemnek minden rétegét az Amerika befogadta, és mindez ideig itt otthon második hazát adott neki. Köszönöm ezt, a magyar nemzet, és én nem fogom ezt elfelejteni az amerikai népnek. Itt ebben a templomban magyarul prédikált, és tartotta a misét. Latinul tartotta a misét, de magyarul prédikált, magyar énekeket énekeltünk akkor itt a templomban. Az első három sorban magyar ruhába, népi ruhába öltözött tagok voltak, olyanok is, akiket sose eddig nem láttunk, és föl egészen a második emeletig a kórusig mind tele volt. Úgyhogy a székeket is kellett kint felállítani, hogy épp nem volt bent elég hely a templomban. The mass and what matter of fact was going on when I walked in the door. Hatalmas tömeg volt, nem is lehetett elférni. Amikor beléptem az ajtón édesanyámmal, elindultam felfelé a karzatra, mivel lenn már nem volt hely. Azért aggódtam a legjobban, hogy le ne szakadjon a karzat, mivel annyira sok ember volt ott fenn összezsúfolva, meg sem lehetett mozdulni. Édesapám sok régi barátját és ismerősét láttam ott, akik nagyon kedvesek voltak hozzánk. Édesapám akkor már 5 éve halott volt. Nem igazán voltam azóta a templomban abban az időben, de apám emlékére, Mindszenty hatására ismét magyarnak éreztem magam. Hangsúlyozta annak a szükségességét, hogy mennyire fontos, hogy megtartsuk magyarságunkat külföldön, és ne engedjük meg azt, hogy gyermekeink ne tudjanak magyarul beszélni. Úgy hiszem, hogy Mindszenty bíborosnak hatalmas értéke van, főleg a fiatalabb emberek számára világszerte, mert addig nem tudjuk értékelni a szabadságot, ameddig el nem veszik tőlünk. A kardinális rengeteget szenvedett a kommunizmus alatt, de megmutatta a hit és a demokrácia szabadságának fontosságát. Ez az a jelkép, ami időtálló, még akkor is, ha Mindszenty bíboros már jó pár éve nincs közöttünk. Azok az értékek, amiket ő képviselt, spiritualitás, szabadság, demokrácia és hit, mind a mai napig világszerte nagyon fontosak. Ő ennek a jelképe. Ő egy hős volt, és egyben egy ikon, a szabadság szimbóluma mindannyiunk számára. Az egyesületünket éppen ezért a bíboros tiszteletére neveztük el Mindszenty Alapítványnak. Így a névválasztás ki is fejezi egyben a célunkat. Mi a politikai elnyomások ellen küzdünk, és azokat támogatjuk, akik kénytelenek elviselni az elnyomást, és küzdenek ellene. Az pedig örök emlék és élmény, hogy személyesen is láthattuk őt, és áldását adta a munkánkra. Ha valaki ismerős jön távolról, az is örömmel fogadja az embert, de amikor egy főpap, aki igazán a legelső a Magyarországon is, és ide eljön meglátogatni bennünket, akik mi is eljöttünk azonról, nagyon is kedves és jó érzés volt. a magyar egységet meg kell őriznünk mindennel szemben, amint hogy hiba volt az, hogy eddig Trianon óta nem ápoltuk a magyar egységet, pedig egy egység az otthoni nyomorgó magyar tömeg. Az a 3,5 millió leszakított magyar ott a magyar törzsből. És ez az emigráns csoport, ez is egy egység, és ezt az egységet minden erővel ápolnunk kell. A nagy lelkesedéssel vártuk mindnyájan, és természetesen nem is csalódtunk benne. Ugyanakkor akkor is tudtunk, ma már csak, hogy halványan emlékszem pontosan, hogy is mint volt, de a meghurcoltatására nem csak Magyarországon, hanem sajnos itt is, főleg a pápa részéről. Tehát ő egy elég mostoha gyermeke lett a katolikus egyháznak, kemény antikommunizmusa miatt. És ezek a dolgok természetesen fájtak nekünk is. A bíboros úr, mikor idejött, mert nem volt addig magyar zászló, és 35 óta ez magyar templom, és nem volt a templomban magyar zászló, és én mondtam, hát én szívesen varrok, de akkor minél előbb kell nekem hozzá a ruha, az anyag, a zsinórozás, a gyöngyök, az rengeteg munka. 3 napot, 3 éjjelt hímeztem, kedden este kaptam meg, és szombaton reggel 9 órakor már itt volt a kész magyar zászló. És a bíboros úr szentelte föl, állta meg, áldotta meg, és én olyan boldog voltam, majd kirepültem. Arra gondoltunk, hogy mennyit szenvedett a magyarságáért. És nagyon szerette, mondta, hogy a gyerekeket engessétek hozzám, azt mondja, szeretem, és ígérjétek meg, hogy a gyerekeket magyarosan tanítsátok. És jöjjetek össze, és imádkozni tanítsátok a gyerekeket, és ne felejtsék el a magyarságokat. Egy felemelő érzés volt. Már az is felemelő érzés, hogy itt ebben az országban, itt magyarul, magyar templomban magyarul mondják a Szent Misét, illetve magyarul mondják az egészet, és pláne amikor a legfőbb, a legnagyobb príszt, a legnagyobb ember érkezik Magyarországról, azt hallani személyesen, az hihetetlen valami. Egy lelki és hitbéli megújulást is jelentett nekünk. Azon kívül, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy nagyon határozottan ugye fölhívta figyelmünket, lelkünkre kötötte, hogy tartsuk meg Isten hitünket és magyarságunkat. Mindszenty József bíboros 3 alkalommal járt Amerika földjén. Szinte valamennyi magyar közösséggel találkozott, és örökségül szellemi végrendeletet fogalmazott meg számukra. Tegyétek félre a versengést, a mértéktelen nagyravágyást, a ki ha én nem magatartást. Nem nézve se jobbra, se balra, mindenki ott tegye meg a magáét, ahová az élet állította. Teremtsünk keresztény hitre épülő egyházi közösséget. Legyen a családban gyermek, mert ez áldás marad és jövőt jelent, bármit mond a világ. A gyermek kapjon a családban, a hétvégi iskolában, ha mindennapira sehogy sincs lehetőség, magyar nyelvet, magyar öntudatot.